Ötödik alkalommal adtak rendezvút egymásnak a Tolna megyei önkormányzatok, hogy bemutassák azokat az értékeket, melyeket a településeiken fontosnak tartanak. Az idei Sárszentlőrinci megyei értéknapon közel 600 résztvevő fogadta el a szervező Tolna megyei önkormányzat meghívását. A standok között, mint minden esztendőben, idén is ott volt Báta Szék is, akik ezúttal úgy döntöttek, a hagyományok, a gasztronómia és a viselet, valamint a helyi értéktár munkájának bemutatása után idén a fiataloknak ad lehetőséget. Azt gondolom, hogy ez a minden esztendőben egy nap egy csodálatos megyei településen a találkozás lehetőségét biztosítja. Bátaszéknek fontos az érték gondozás, fellelés, az érték megőrzés. A kapcsolatépítés miatt is nagyon fontos, de még fontosabb talán az, hogy Bátaszék megmutassa, hogy mennyi értéke van. 109 település van Tolna megyében, ebből, hogyha jól tudom, több mint 60 településen működik értéktárbizottság. Az egyik legrégebb óta működő a Bátaszéki Értéktárbizottság. Helyi értékek számát tekintve 80 fölöttivel rendelkezünk, és több mint 20 került be a Tolna megyei értékek közé is. Azt gondolom, hogy ez a fajta érték feltáró és megismertető és megőrző munka nagyon fontos számunkra. Ugyanakkor azért készültünk a mai napon valami mással, mert szeretnénk a fiatalokat is bevonni, illetve az ő munkájukat is megmutatni, valamint lehetőséget teremteni számukra arra, hogy megyei vagy egyéb kapcsolatokat építsenek. Ez a döntés összevág azzal a város marketing elképzeléssel is, mely az idei esztendőben a fiatalokat állítja a fókuszba. Ezért szerveztek a bátaszékiek olyan kiállító teret az értéknapra, melyben ennek a korosztálynak a képviselői tevékenykedhettek. Gala Zsóka fiatal képzőművész, festőművész, akinek a képeit láthatják egyébként, akik erre járnak, és ő maga is alkot itt a helyszínen, illetve Szabó Zsombor nem oly régen szerzett Bátaszéken a gimnáziumban érettségit, késeket, bicskákat készít egyébként, gyönyörű kézműves termékekről beszélünk, és már nem csak a megyén belülről, hanem az egész országból érkeznek hozzá megrendelések és érdeklődés, mert annyira nagyszerű és kuriózum az, amit csinál. Szabó Zsomborral már korábban láthattak beszélgetést a Cikádor magazin nézői, amikor is megmutattuk, hogyan kötött szerelmet a késekkel. Most arra voltunk kíváncsiak, vajon ő mit gondol arról a lehetőségről, mely egy ilyen kiállítás hordoz magába. Számomra nagyon fontos a kapcsolattartás és az, hogy új kapcsolatokat építsek ki, új embereket ismerjek meg a kések útján, és sok szeretettel várom az érdeklődőket. Úgy gondolom, hogy minden kézműves, a késkészítők és mindazok, akik kézműves termékeket készítenek, mind értéket teremtenek. Ezen kívül pedig Pap Hajnit hívtuk meg, aki hajócsipkét csinál. Hajnira azért is vagyunk annyira büszkék, mert a kolléganőnk, és szerettük volna, hogyha ő is megmutatja a tudását, hiszen számos kézműves foglalkozáson részt vett már, és a gyerekeket csábította Bátaszéken erre a jóra. Úgy gondoltuk, hogy megérdemli, hogy kijöjjön. A fiatalok munkáit igyekszünk megmutatni ebben az évben, mert azt gondoljuk, hogy van potenciál bennük is, mind a mellett, hogy a hagyományőrzés és az értékápolás, feltárás és az értékek megmutatása számunkra igen fontos. Ma már sokkal könnyebb az értéktár munkája, mint a kezdetek kezdetén, mondta Csötönyi László. Hiszen ma már nem kell győzködni az embereket az értékgyűjtés fontosságáról. Ugyanakkor, ami nehézség, fogalmazott, hogy fogynak a múlt eddig fel nem kutatott értékeit.